Mindenkinek, mindenkinek legyen rendes lakása, mindenki tudjon rendesen enni, mindenki kapjon egy tisztességes orvosi ellátást, hogyha szükséges, illetve mindenkinek járjon egy decens, jó, a kornak megfelelő oktatás. És akkor ezeket meg is fogalmaztuk számokban. Most egyébként elnök asszony hirdette meg a születésnapunkon, március 6-án a indexált új elképzeléseinket, ugye a legfontosabb tételekre koncentrál. Az azt jelenti, hogy nettó 250 ezer forintnak kéne lenni Magyarországon a minimálbérnek. Mi több, hogyha mi kormányra kerülünk, akkor ez meg is lesz. Alapjövedelem? Nem, alapjövedelem nem. Nem, egyáltalán nem. Bár van egy picit hasonló és általunk megalkotott fogalom, ez úgy, egy szociális minimum jövedelem. Ennek az a lényege, hogy van annyira gazdag ez a társadalom, hogy tudjuk biztosítani mindenkinek, megint azt mondom, mindenkinek a léti minimumot, ami 100 ezer forint. Ezt úgy kell elképzelni, hogyha valakinek mondjuk 80 ezer forint a nyugdíja jelenleg, sajnos ilyen is van elég sok, tehát léti minimum alatt, ezt vigyük fel 100 ezerre, tehát ez plusz 20 ezer forint. 28.500-ról már nem is beszélve. Igen, hát 28.500 a mai nap, 2010 óta érintetlen a minimál nyugdíj, vagy legkisebb öregségi nyugdíj. Mi ezt is 100 ezer forintra szeretnénk fölvinni, és akkor van még egy érdekes dolog, de ez már inkább, hát nem azt mondom, hogy a vírusválság, talán inkább a szociális válság léte okán van, hogy plusz 50 ezer forintot, tehát még a 100 ezer forintra, plusz 50 ezer forintot a nyugdíjasoknak korpótlékként, és ugyancsak 50 ezer forintra szeretnénk megemelni a családi pótlékot.